az óvatlan gyerekekre számos veszélyforrás leselkedik. A megelőzhető balesetek első helyen állnak a gyermekhalálozási okok között. A balesetek közel egyharmadát a véletlen mérgezés teszi ki. Több mint 2000 gyermek szenvedett el véletlen mérgezést 2010-ben. Gyógyszer, háztartási szer, növényi méreg egyaránt okozza a baleseteket. Környezetünkben bárhol, bármikor találkozhat veszélyes anyaggal a gyermek. A gyermeki kíváncsiság pedig határtalan. A veszélyes anyag méreg okozta balesetek azonban odafigyeléssel megelőzhetőek. Életünket körülveszik a veszélyes anyagok, keverékek. Azért használjuk ezeket, hogy környezetünk és egészségünk állapota fenntartható maradhasson. Azonban ezek biztos használatakor elengedhetetlen a kémiai biztonsági ismeretek tudása, és nem csak a felnőtteknél. A gyártók, forgalmazók erőfeszítése sokszor hiába való, hiszen a csomagoláson feltüntetett veszélyjeleket maguk a szülők sem ismerik. Így hát a legkisebbeken a sor. Az óvodások számára dolgozott ki ismertető programot a Somogy megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve. A szakemberek Tanuld meg, ismert fel a veszélyjeleket címmel indította el a kémiai biztonsági programot. Ezzel ismerkedtek meg a nagycsoportosok a kaposvári Festetics Karolina óvodában is. Na mutasd meg, mi lehet azon a képen. A többieknek is mutasd meg. Gázpalat! 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 Nagyon ügyes a Bence, kitalálta mindjárt a gázpalat. Itt nincs jelenlegi szimbólum, csak egy új szimbólum bújik meg, és ez a gázpalac. Mit gondoltok róla, hogy miért veszélyes? Mert szétdurranhat. Oktató társas játékkal foglalkoznak a gyerekek, játszva tanulják meg azokat a veszélyjeleket, amelyek balesetek forrásai lehetnek. A programot segíti Csavari Manó is, akinek a történetét egy mese hozza el a kicsik számára. A főhős, ahogy a nézők is, ismerkedik a veszélyjelekkel, amely az otthonokban, a kiskertekben, az üzletekben is felhívja a figyelmet azokra az anyagokra, amelyek gyerek kezébe, szájába, szemébe nem valók. A közel egy órás játékos foglalkozás során a gyakorlatban is bizonyíthatnak a kicsik, hiszen saját maguk is tesztelheti tudásukat azzal, ha a felismert veszélyjeleket párosítják az adott veszélyes anyag dobozával, flakonjával. A foglalkozás részeként azonban más helyzetbe is beleképzelhetik magukat az új ismeretre fogékony csemeték. Elég hozzá egy kendő, és pár percre nem látókká válhatnak, így érzékeltetve azt, amikor a szem nem segíthet a veszély elkerülésében. Prókezek is felismerik a kitudorodó háromszöget, vagyis a veszélyes anyag látássérültek számára felismerhető jelét. Legyen irritatív, maró, mérgező, tűz vagy robbanás veszélyes, illetve a környezetre veszélyes anyag, egy-egy ötletes mondóka segít a tanulásban. Ártalmas a környezetnek, ezért ezt ki sose öntsen. A gyerekek pedig nem csak a mondókát, hanem annak tartalmát is értik és tudják. Szóval azt csináljuk, hogy így védjük a környezetet. Azzal is tisztában vannak, hogy a veszélyek nagy baleseteket is okozhatnak. Nem iható, nem ehető, vigyázz vele, mert mérgező. A veszélyes anyagok tárháza szinte végtelen. Azért, mert ettől meg is halhatunk. Ezt eredményezheti a mérgező anyag, ezért nem árt az odafigyelés. Ez a szer minden kimar, ne nyúj hozzá, ragd le hamar. De hangosan is szólhat a veszély. Nagyon durran, nagyot robban, megsérülhet, aki ott van. A legnagyobb kárt saját magunkban okozhatjuk, tudják ezt is a gyerekek. Vízd ki tőle kezed, lábad, ne piszkáld, mert irritálhat. Azonban környezetünk is kárt szenvedhet. Tűzben minden eléghet, ne nyúj hozzá, veszélyes. Zsófi egy női praktika veszélyét is ismeri már. A hajlokat
arra, hogy ha melegbe használod, vagy tűz közelébe, akkor az meg is gyulladhat. A programot Kaposvár óvodáiban 110 nagy csoportos körében modellezték, az eredmény pedig nem váratott sokat magára. A szülői visszajelzések is azt igazolták, hogy a gyerekek valóban megtanulták ezeket a veszélyjeleket, és ezeket otthon el is mondták, és otthon is tudták, hogy például egy irritáló anyag esetében gumikesztyűt kell húzni, hogy melyek azok a veszélyes anyagok, amihez abszolút nem szabad hozzányúlni. Az otthonokban is egyfajta veszélyt jelző őrként dolgoznak a gyerekek, akik elől már nem kell elzárni a vegyi veszélyes anyagokat, mivel ismerik és tudják a kicsik, miért kell tőlük távol maradni, meséli ez a két gyermekes anyuka. Nagyon érdekes, mert annyira fogékonyak rá a gyerekek, hogy nem csak, hogy ő nem nyúl hozzá, hanem másnak is felhívja a figyelmét, sőt, boltba vagy újságba lát ilyen vegyszereket, akkor rögtön fújja, hogy ez irritál, ez robbanásveszélyes, és mindenkinek előadja ezeket az itt tanultakat. A tanulás mellett a fő szempont a balesetek elkerülése, csökkentése. Ezt segítheti elő a játékos tanulás Csavari Manóval és a veszélyjelekkel, akár a kifestőfüzet által is. Ezt bárki hazaviheti, hogy talán ne csak saját maga, hanem testvérei és szülei is jobban megismerjék, mi jelenthet veszélyforrás, és hogyan kerülhető el. Biztos vagyok benne, hogy semmi háztartási baleset nem fog előfordulni. Környezetünkben bárhol, bármikor találkozhat veszélyes anyaggal a gyermek, de már óvatlanul nem nyúl hozzá. Gyógyszer, háztartási szer, növényi méreg már nem veszélyeztetheti a gyerekek egészségét és életét. A veszélyjelek ismeretében elkerülhetők a balesetek.